A kőbányán működő intézmények hagyományosan részt vesznek a közösség életében, és közéjük tartozik a Magyar Hadtudományi Társaság is. A közelmúltban egy a kőbányaiakat is érintő előadás alkalmával szó volt a társaság fontos névadó kezdeményezéséről és a háborúban álló Izraelről is. Hát ugye két nap alatt 300 ezer fő, ez a 300 ezer fő elhíresült, hiszen Oroszország is tavaly ugye 300 ezer főt akart mozgósítani, ami létszámban két nap alatt összeölt, de hát felszerelésbe, kiképzés, stb. Nem. Tehát ez egy hihetetlen nagy teljesítmény, de hát az izraeli hadsereg ennyire kész. Az egy más kérdés, hogy ugye most mindenki ezt vizsgálja, ezen gondolkodik, de nyilván csak a helyzet megoldás után tudják megvizsgálni, hogy hogyan következhetett be ezen a szombaton ez a terrorista támadás, illetve miért voltak felkészületlenek az izraeli haderő, a titkosszolgálatok, a határőrség, a területvédelem, vagy a politikai vezetés. Tehát, de a maga a 300 ezer fő az egy imponáló szám, és szerintem nincs még egy olyan ország, amely ezt a teljesítményt ilyen gyorsan el tudná érni. Szenes tábornok tudományos munkájában a NATO-val foglalkozik, ezért kérdeztem arról, hogyan reagál a szervezet az izraeli háborúra. A NATO nyilván követi az eseményeket. Izrael a úgynevezett mediterrán partnerségnek a tagja, de ugye nem NATO tag, de a helyzet nehézsége miatt, meg összetettsége miatt ugye a szövetség foglalkozik vele, ugye megfelelő válságkezelési mechanizmusok vannak. A ukrán háború szempontjából persze ez problémás, mert ugye a helyzet ez szörnyű bizonyos szempontból, hát ugye egy hatalmas, nagy városi city elleni háborút kell majd viselni az izraeli haderőnek, hogyha igazak a hírek, hogy szárazföldi haderő bevonul, és hát elvonja a figyelmet az ukrán háborúról. És ugye mai hírek, tenap hírek már arról is beszéltek, hogy az ukrán vezetés is próbálja ezt a helyzetet kezelni, és ugye van egy ilyen törekvés, hogy az EU vezetők meglátogassák Izraelt, és akkor a ukrán elnök is csatlakozna, és hát ő szeretne, hogy közösen szerepelne Netanyahu, Zelenszky, és akkor lehetne ennek egy ilyen nemzetközi kommunikációt adni, hogy két háborúban álló ország vezetői tárgyalnak a problémák megoldásáról. A kőbányai esemény naptár egyik kiemelkedő rendezvénye a rendvédelmi napok, amely legközelebb már kőbányai hon és rendvédelmi napok néven jelentkezik. A névváltozás ötletgazdája Szenes tábornok volt. Kérdeztem, hogy miért? Egy évtized együttműködünk mi a kerülettel, a Magyar Hadtudományi Társaság, és nagyon széles fronton dolgozunk együtt. És ugye ez a nagyon szép hétvége, ez alapvetően rendvédelemről szól, de ha megnézzük a programokat, nagyon sok honvédség elem, nem csak a társaság, a Magyar Honvédség különböző szervezetek, zenekarok, egységek, technikai bemutatók, stb. Is része ennek a programnak. És ez még tovább erősödött azzal, hogy mi az idén együttműködési megállapodást kötöttünk a honismereti szövetség, amely szintén most részt vett a kőbányai napokon, és a honismeret miatt és a honvédség miatt szerintem, meg hát hogy nyelvileg is így működik hon és rendvédelem, hogy szerintem ez egy jó kezdeményezés, és azt hallottam, úgy tudom, hogy a kelet vezetése ezt elfogadja, és jövőre már ilyen közös névvel fog meghirdetésre kerülni. Maga a rendezvény még odébb van, de az is hagyomány, hogy a szervezők jó időben elkezdik az előkészületeket.